Mi hátrább állok. A közeliek akkor előre. Hát ki volt közeli? Ki volt inkább közeli? Ez a kérdés. Inkább ez a kérdés. Ismerte valaki? Én amúgy igen. Én ismertem, szóval odaállok akkor. Rendben. Hát jó ember volt. Ügység. Hát, ő is ezt mondta. Krisz, ne legyél már paraszt, szedjél elő egy rózsát. Mire kéne gondolni? Pereróz. Arra nagyon gondolj. Ez egy szomorú este. Délután. Este. Délután. Este. Már azt hittem, viking temetés lesz. Ezt itt? Jó. Fintam. Ez lett kiválasztva. Szeretnél maga beletenni? Kaparjuk az urnát is. Semmi nem maradhat. Nem, elkezdjük visszalapátolni akkor. Rendben. Akkor... Nem tudom, mindenki hall-e onnan hátul is. Persze. Rendben. Minap én kaptam egy, és hát mai nappal kaptam egy levelet, miután megtörtént ez a baleset. Megkért, hogy az ebben a levélben Abby megkért, hogy olvassam el. Ez volt levélre írva, hogy én olvassam föl ezt a végrendeletet. Nem tudom, mi volt benne, mi föl fogom olvasni. És utána pedig, aki akar, szólhat pár szót. Rendben. Akkor el is kezdem.
Ha ezt a levelet elő kell venni a fiókból, nagy a baj. Az elmúlt napokban egyre jobban szorult a hurok a nyakam körül. Tudom kik és miért akarnak eltenni láb alól. Erről feljegyzések is találhatók a házamban, de erről ne erről szóljon az utolsó levelem. A hugomra szeretném hagyni a házam és a benne található iratokat, és a telefonomban található információkat, amire remélem rájössz, drága Elise, miket rejt. De természetesen pár hugátról se feledkeztem meg, remélem ez a pár sor azért egy könnycseppet hullajt szemetekbe. Kivel is kezdhetném, annyian vagytok, akik beloptátok a szívem magatokat, legyen az első. Lambós barátom, most hozzád szól ez a pár sor. A neved igen, megírta a saját eulogiát, Lord. Átmentünk ketten jó pár jón és rosszon, gondolok itt rablásra, és sok szerelésre. Egymáson. És köszönöm ezek minden, köszönök, hogy szorokoztattál. Elkapta a vírust! Bocsánat. Na. Erről beszélt. Figyelj, ezt most is vagy valamás, hogy tablásban vett rész, mi? Hát én nem tudom. Ez szóval, ugye Krisz, ez volt két napja, ez a betegség terjed. Ez nem betegség, ez majd magsz leszedáljuk, folytasson nyugodtan. Martialis. Sok időt nem töltöttünk együtt, mert mint tudjuk, az oroszlán nem engedi a prédát magához. De az első napom óta ismersz, és maradjak meg jó emlékkel, még ha le is nyársaltalak titeket. Julian Ray. Köszönöm azokat a kihallgatásokat és hogy próbált megvédeni. Hiányozni fog a kedvenc mondata, már megint maga. Oliver Queen. Az Aston Martinot szívesen összetöröm, mindig amikor akarod, csak imádkoznod kell. Hoffman úr. A stílusa egyéni, de csajozni nem benzines kannával a hátán kell és pár csekkel. Dr. Takashi. Nem felejtem el azt a sok ápolást, amit a főorvossal nyújtottak. A srác. Hát a neved nem volt időm megkérdezni, de ne add fel és küzd az álmaidért. A motorok is visznek következő utadra, csak nem popsika fog mögötted ülni. Végére hagytam azt az öt jó madarat, akik a legjobban szívembe lopták magukat. Wow. Matt Brooks. Mind a ketten szivattuk a másikat, próbáltunk eltenni a színről, de nem jött össze. Jó volt veled. Carter. A bor mindig bor marad, viszont a csajozós verde egyszer meghozhatja egy gyümölcsét, csak bírt kivárni. Madaram, a szakítás után te szebbé tetted az estén, még ha ezt nem is vetted, de egy jó tanács, ne a kuka mellett randízz a következővel. Russo. Remélem nem haragszol már a rózsaszín csoda miatt, de bírtalak, azt szerintem tudod a sok vágás után, maradj ilyen mindig és fájjunk el egymástól megbocsátással. Tudom, szemét vagyok, hogy téged hagytalak utoljára, de te jelentettél nekem a legtöbbet, amikor kihoztál shitről. Nem gondoltam volna, hogy ez a pár nap, amit együtt töltöttünk, és ennyit fog jelenteni nekem, azok az éjszakában nyúló autózgatások, a rosszul elsült randik a hegyben, és még sorolhatnám. Majd megszakadt a szívem, amikor kiderült, hogy már nem beszélhetünk többet. Azt is megkaptam, hogy kerestél rendőrségen. Sajnálom, hogy nem vehetem fel veled a kapcsolatot, de ne búsulj, majd fentről figyelek át és szorítok érted. Szeretlek. A doktor úrra hagyom a szeretett taxim, ha már a tartozást nem kapta vissza. Tulajdonban lévő többi autót a tartozás. Tartalma a Bencét illeti, aztán a korvettemmel szépen bány. Tessék, azt most kapott régi. Ez van a végrendelet. Amit írt nekem. Bármit szeretne szólni. Jön ide a helyembe, és akkor mondhat pár szót. Köszönöm. Kérlek. Én mondanék pár szót. Lehet, hogy kevesen tudják, de kisebb igéllel egyszerre érkeztünk ebbe a városba, és meghatározó személyisége volt annak, hogy én hogyan követtem az életemnek kezdeti szakaszait, miután ide érkeztem Liberty City-be, és igazán kevesen ismerték jól, és kevesen ismerték elég mélyen őt. Nagyjából a három dolgot szeretett ebben az életben, de azt úgy nagyon, a pénzt. Nagyjából e körül forgott minden az életében, és mindent ez alapján is cselekedett. Keveset tudtam a múltjáról, de elvileg valamilyen egészségügyi háttérből jött. Orvos sose volt, de az egészségügyben dolgozott, nehéz szavak ez.
talán valamikor ő inspirált arra, hogy jó útra térjek és mentőszolgálatban dolgozzak, és emberekkel foglalkozzak. Ezt sose fogom neked elfelejteni, Abigail. Lehet, hogy felrobbantottad magadat 60 millió darabra, és úgy kellett téged összekaparnunk fogamként, hogy ebbe az urnába beleférj. De még ebből az urnából is azt sugallod, hogy miért ilyen olcsót vettetek nekem. Úgyhogy nyugodj békében, és légy önmagad bárhol is vagy a mennyekben, vagy a pokolban. Kicsit hangosabban beszél, mert nem nagyon hallani. Itt hátul nem hallani. Van egy mondás, amit igazából köszönőként szoktak mondani az elhunytaknak. Igaz, hogy ott máshogy zajlódik a dolog. Ugye nyitott koporsós elköszönés van 3 napon keresztül. Illetve, hogyha el kellett ugye hamvasztani a illetőt, akkor ugye a úrna van ott, hogy el lehessen tőle köszönni. De ne kövesse szót a szóra. Csivedi emul a szobra. Nem büdös egy picit az, hogy nyitott koporsó 3 napig? Nem, mert balzsamozó van. Ja, oké. Oh. Nem, szerintem egy perc néma csenddel. Tisztelegi meg előtte. Hát ez egy szomorú temetés. Szomorú temetés, és nem tudtam megmenteni Abigailt önmagától. Ez egy szomorú temetés. Szerintem akkor elviszem minden az autót, ha nem gond. Hogy megfelel, Bence? Nyugodtan. Szerintem. Jogi. Mindenkivel megesik. Az a baj, magának kereste a bajt, és nem tudtam belőle megmenteni. Egyszer nem tudtam belőle megmenteni. Na, okold magad. Hát magamat nem tudom okolni, azt a 200 kiló magas nyomású üzemanyagot és a robbanást tudom csak okolni. Más nagyon nem. Na, jelvegye a saját életét, erre sosem számítottam.
Az benne volt a pakliban, hogy őt is utoléri a múltja és a jelenje, de hogy saját kezdőleg arra soha nem gondoltam. De miért tette ezt? Miért nem szólt inkább nekünk, hogy meg tudjuk védeni? Az a baj, hogy őt saját maga ellen kellett volna megvédeni. De hogyha csak szól, már tudunk ellenet adni. Vissza egy szóra. Már neki el kéne érni a rendőröket, miatt elmennek, hogy elvigyenek az állomásra. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Ah, Barovics, vagy Ebbi, vigyázz magad!